Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök minden versenyzőt, aki ma megjelent a Nyár Előkupa rendezvényünkön, de engedjétek meg, hogy a versenytől, az eredeti meghirdetett versenytől eltérően a versenyt eleve átminősítsem egy másfajta típusú versenyre. Nyár Előkupaként fog szerepelni, mert a kupák így készültek, de sajnos történt egy szomorú esemény. Görőber Imre volt szakosztályvezetőnk, aki 23 évig ide járt Polgárdiba, itt volt szakosztályvezető, igazi sportember, több mint fél 50 évet pingpongozott, de külön tisztelettel köszöntöm családját, megjelent családját, Edinát, lányát, unokáját, Kristófot és a fejét, aki családját, aki itt megjelent ezen a mai versenyünkön. Egy pár szóval engedjétek meg, hogy azért emlékezzünk Imre bácsira. Imre bácsi 38. 6. hónap 2-án született, és most július 21-én hunyt el, tehát betöltötte 76. évét még, és hát sajnos már a mai versenyt nem érhette meg. A Imre bácsival a kapcsolatunk nem ma kezdődött, hiszen 76-ban, amikor én a szakosztát semmiből megalakítottam, ő volt az egyik, aki biztatott engemet, hogy megalakítjuk a szakosztát. 91-ben, amikor a önálló erőből bejutottunk NB3-ba, akkor Enyingen az NB3-as csapat tulajdonképpen széthullott, és egy az egybe idejött Polgárdiba. Tulajdonképpen nélkülük lehet, hogy ma nem állnánk itt, mert azzal az erővel, ahogy mi bejutottunk akkor NB3-ba, nem biztos, hogy olyan játékerőt képviseltünk volna, hogy meg is tudtuk volna tartani. És ez az a csapat, aki Imre bácsival együtt idejött, ő maga, a fia, akkor még Koltai Sanyi, és a Szabó Gabi volt a negyedik játékos, aki akkori Polgárdiba kezdett tulajdonképpen 91-be. Egészen 2001-ben addig dolgoztak az NB3-ba, hogy akkor megnyerték az NB3-at, tehát 2001-től van egy NB2-es csapatunk is, Imre bácsi segédletével, és a Pintér Pista sportársunk akkor jött haza a Vízműtől Polgárdiba az NB2-es csapathoz. Tovább dolgoztak azon, hogy újra lett NB3-as csapatunk, megyeiből fölhozták újra, és működött, tehát egy NB3-as csapatot, amit végigvitt a 23 év alatt, amit tavaly ősszel szüntettünk meg NB3-as csapatot anyagi hiányába. Nem azért, mert nem jól ment, hiszen negyedik helyen végeztünk a Dunántúlon NB3-ba, és azt a csapatot szüntettük meg, de maradt az NB2. Továbbra is fogunk azon dolgozni, hogy emlékét megőrizve ezt a dolgot tovább vigyük, és újra majd egy NB3-as csapatot is tudjunk produkálni. Én Imre bácsi egy ragyogó, kiváló sportember volt, sok gyerek megfordult a keze alatt, sokat megtanított, a mai játékosaink között is sok fiút, lányt megtanított, és akik itt vannak a Polgárdiba, azok az ő keze alatt nőtek föl, és azt szeretném, ha ezt mindig tovább vinnék, és velem együtt ezt a dolgot tovább megtartanánk, a szakosztályt, és sokáig még vinnénk, hogy Polgárdibnak továbbra is legyen ilyen híres szakosztálya, aki a Dunántúlon, egész Dunántúlon működött, meg egyéni versenyekre mindenhova is eljárnak az NB-s játékosaink. Erről én röviden ennyi szerettem volna, és most kérem, hogy egy néma főhajtással adozzunk emlékének. Egyszer akkor elmondanám, hogy a verseny tulajdonképpen Nyár Előkupa néven fut, de a mai napon a Gröber Imre emlékére is játsszuk ezt a versenyt akkor, és innentől kezdve minden évben meg fogjuk rendezni a Gröber Imre emlékversenyt ugyanezen időpontban. Just feel.
been running through this town. I've been coming every street. I've been searching for the reasons within reasons. Been searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. So tell me where you are.